Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szellemkeddel. Kedves testvérek, az évközi 20. hét hétfője van, augusztus 19-e. Szent Bernátot, apátot és egyháztanítót ünnepeljük ezen a mai napon. Ezt a szent misét Miklósért ajánlom föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Uram
irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Bernát apát lelkében fölszítottad a házadért való buzgóságot, hogy lángoljon és világítson egy házadban, közben járására ad, hogy lelkülete buzdítson minket, és mindig a világosság fiaiként éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezekielhez ezt a szózatot intézte az Úr. Emberfia, én hirtelen halállal elveszem tőled feleségedet, aki szemed fényénél is drágább neked. De ne gyászold, ne sirasd, ne hullasd könnyeket, csak csendben szálljon sóhajod, ne tarts halotti gyászt. Turbánod legyen a fejeden, sarud a lábadon, ruháddal se takard be arcodat, a gyászolók eledelét se edd. Elmondtam ezt reggel a nép előtt, és estére meghalt a feleségem. Másnap reggel az Úr parancsa szerint jártam el. Ekkor a nép megkérdezte, miért nem mondod meg nekünk, hogy mit jelent, amit cselekszel? Ezt mondtam nekik, így szól az Úr, választott népemmel közöld az Úr szavát. Nézzétek, én megszentségtelenítem szentélyemet, erőtök forrását, amelyre oly büszkék vagytok, az ország szemefényét, amely oly kedves nektek, fiaitok és leányaitok pedig, akiket hátrahagytatok, mind kard élén vesznek el. Ti akkor az én példám szerint jártok el, ruháitokkal nem föditek el majd arcotokat, gyászeledelt nem fogyasztotok, turbán lesz a fejeteken, sarú a lábatokon. Nem sóhajtoztok, nem jajgattok, elsorvadtok majd bűneitek miatt, és csak egymás előtt mertek bánatot mutatni. Akkor majd intőjel lesz számotokra Ezekiel, ugyanezt teszitek pontosan ti is, amit ő tett. Amikor mindez sorra beteljesedik, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az Isten. Ez az Isten igéje. Elhagytad az Urat, aki alkotott téged. Elfeledted Istenedet, aki néked életet adott. Látta az Isten és haragra gerjedt, mert felingerelték ő népének fiai és leányai.
elhelyítettek engem a nem létező Istenre, és kevésségükkel haragra indítottak. De én is féltékenyé teszem őket idegen népekkel, és fogány népekkel ingerlem őket. Az Úr legyen veletek, és a Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: melyeket? Jézus felsorolta: ne ülj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld és szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomoran eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Elmélyülni Isten szeretetében, mélyebbé válnia a hitünknek, a bizalmunknak, a reményünknek. Kedves testvérek, ez minden ember előtt egy kihívás és egy meghívás. Hogyha megnézzük ezt a történetet, ugye, amit Máté evangélistánál olvasunk, kicsit közelebbről, akkor több olyan dolgot látunk, ami a mi belsőnket is megfoghatja, és meg kell, hogy fogja. Ugye a legelső sorban ugye ott van ugye a jónak a világa, amit megemlít Jézus. Kedves testvérek, az ember be van állítva a jóra, szabad és kell keresnünk a jót, és ki kell tartanunk a jóban és a jó mellett. Tehát, hogy szabad az életünk iránytűjét mindig a jóra beállítani és arra irányítani. Ugye nagyon szépen látjuk ebből a történetből, hogy a Krisztus követésében vannak fokozatok. Van mélyülése lehet. Ugye ez olyan, mint a hitnek a világa, vagy olyan, mint az imádságnak a világa, ha belegondolunk tulajdonképpen. Ott látjuk az alapoknál ugye a parancsoknak a követését. Ugye Jézus 6 parancsot említ ugye a 10-ből ennek az ifjúnak, ezeket sorolja föl most így ebben a párbeszédben, ebben a történetben. És amikor ugye a fiatalember ezekre válaszol, akkor előjön annak a kérdés, hogy van-e esetleg ennél több.
És hogy van. Van fokozat, vannak fokozatok, és ezeket a tehát mindazt, amit teszünk a Jézusért, azt igenis lehet mélyíteni, és lehet egyre többet, és egyre többet megtenni a Jézusért. Ugye itt, ami konkrétan előjön, ugye a vagyonnak a kérdés. Egy picit visszatérve elnézést itt a fokozat, ugye milyen szépen kirajzolódik ugye ebből a történetből az, hogy a Tórának a követése ugye a Krisztus követésében teljesedik ki. Tehát, hogy a parancsoknak a követése az élő Isten szeretetének a követésében teljesedik ki. Abban nyer értelmet, abban kerekedik ki, abban válik életszerűvé, vagy még életszerűbbé, talán szabad így mondani. Visszatérve itt a vagyonnak a kérdésére, a vagyonról való lelás az mindenkire vonatkozik tulajdonképpen, ha belegondolunk. Nyilván ezt a történetet szokták ugye a szerzetesi fogadalmakra vonatkoztatni, ugye a hármas fogadalomnak ugye az egyike, ugye a szegénységi fogadalom a szerzetes részéről. Nyilvánvalóan ez az értelmezés ennek a történetnek nem véletlen, nyilván ennek megvan a helye az egyház történetében, a lelkiség történetében, a spiritualitásunkban világos, tehát ez nem kérdés, és ennek igenis van egy ilyen szerzetesi értelme, ha szabad ezt így mondani. Viszont a vagyonról lemondás, hogyha belegondolunk, ez mindenkinek osztály része. Tehát, hogy a mi életünknek egy olyan életnek kell lennie, amiben mindaz eltávolodik tőlünk, ami nem Krisztus, ami nem a Krisztus szolgálja az életünkben. Persze nyilván ebbe belemenni, és pontosan itt elkezdeni mérlegelni a dolgokat, hogy most akkor mettől meddig mi tartozik bele ebbe a dologba, és mi nem. Ugye a fogkefe igen, de nem tudom én, a fogkrém nem, vagy valahogy. Tehát nyilván ez egy ilyen nagyon butává válhatna ez a dolog, de hogy igenis ennek a gyakorlati megvalósítása az, ami múlik az életünk, testvérek. És amit igenis nem lehet elhessegetni tőlünk. Tehát, hogy ez nem csak a szerzetességnek a világa. Erre nagyon-nagyon oda kéne figyelni valamennyünknek. Nyilván a szerzetesnek a világában is azért, hogy elég kellemetlen, amikor úgy már egyre több dobozzal meg zsákkal költözik, és akkor azon szabad elgondolkozni, hogy akkor mit is jelent a szegénységi fogadalom az életünkben. De hogy igenis arról van szó, hogy ami nem Krisztus, azt ki kell rakni az életünkből. Ez van. És ez mindenkire igenis egy talán ne a kínzó szót használjuk, talán ne legyen itt egy megrettentés, és ne legyen egy félelem, bár az Isten félelemnek a világa nagyon is, hogy ide tartozik, de igenis egy Isten félelemtől áthatott szívvel kell átgondolnunk azt, hogy mi is az, amit mi viszünk az életünkben, és mi is az, amitől nekünk meg kellene válnunk, és ki kéne rakni az életünkből. Tehát, hogy valóban csak a Krisztust szolgálom-e, valóban csak a Krisztus van-e ott az értem, hogy egy csomó olyan dolog, amire semmi szükség nincs. Nyilván egy családnak az életében ez máshogyan valósul meg, mint mondjuk egy szerzetesnek, vagy mint egy papnak az életében, de ez így, ez világos, ez természetes. De érdemes újra megismételnünk, hogy ennek a súlya mindenkit köt. És talán még két megjegyzést, ami ugye hozzátartozik ez a történethez. Az egyik az, hogy, és az előbbiekhez is, hogy ugye Jézus megszereti ezt a gazdag ifjút, de semmiben nem kényszeríti bele. Tehát, hogy mindazt, amit a Jézus mond, szabad ennek a gazdag ifjúnak is, és szabad nekünk is önként vállalnunk. Tehát szívből vállalnunk. A szeretet az nem kényszernek a kérdése. Tehát, hogy tudunk-e szeretetből válaszolni Jézusnak a meghívására. És itt még egy apróság. Tehát, hogy a meghívásra milyen jó, ha tudunk válaszolni szeretettel, megválaszolunk rá, mert ha nem válaszolunk,
és ez mindenkire igaz, akkor bizony az a fajta ösztönös és bizonyos szempontból belénk kódolt föllángolás, ami ugye ott van a jó felé, a jó irányában az életünkben, ott van a Krisztus felé, ugye a parancsokon át a Krisztus felé, az élő Isten felé az életünkben, testvérek, az ki fog hunyni, és abból hamvadó parázs lesz, és végül is csak ilyen pislákuló üszög. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit. Adj, Urunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületi hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ szent fiad evangéliumát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Támasz szívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Nyisd meg az igazság kapuit testvérünknek és minden megholt hívednek. Úrunk, adj rendünknek és egyházunknak szent szerzetes és papi hivatásukat. Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szentelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, a mi Úrunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Hőséges Istenünk, fölajánljuk neked az egység és a béke áldozatát Szent Bernát apát ünnepén, aki tündöklő szavával és életével álhatatosan munkálkodott azon, hogy egyházadban az egyetértés fönnmaradjon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Ölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Bernát apát ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé,
ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Imeitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor, Kornél és Balázs segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Miklós szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból, add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elmúlt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Bernát apáttal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, Boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa jő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk,
Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség közünk mindenhol. Jézus Krisztus testének és egy egyesítése válik a szent áldozásban. Nekünk közösségé. Uram Jézus Krisztus, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amint engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, mondja az Úr, maradjatok meg szeretetemben. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus! Legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Úr Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Amen. Kegyelemnek hajára.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, fejtse ki bennünk kegyelmi hatását, az a táplálék, amelyet Szent Bernát ünnepén magunkhoz vettünk, hogy példája és tanítása megerősítsen minket, megtestesült igéd magával ragadó szeretetében, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek! És a tellemben. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen áldás. Imádkozunk a párosen szándékára, édes magyar hazánkért, szerzetes hivatásokért, a világ békéért, a járvány elmúltáért. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.